Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Ivko Krisztián, alias Mujó. És a Pécsi Evapor képviseletében... Az persze, Balog Dávid alias Blacky. Borék Dávidnak innen is üzenem, hogy nem vagyok a Pécsi Evapor embere. Az Egyesült Királyságban élek ember, kapja az agyadhoz. Fuck attól yeah. Még lehetsz a Pécsi Evapor embere. Nem lehetek, baszki, hát 2000 kilométerről. Kihelyezett tagozat. De a számból. Nagy követ. Követ a tekem. Na, jó estét, uraim. Ő gőzlérsége, szevasztok. Szervusztok. És mi történt? Jaj, ezt akartam. Mi ez a hang? De durva. Úristen, micsoda minőségi ugrás. A mai esti mesét Zoltán fogja felolvasni nektek. Brum, brum, brum. Halljátok ezt a kis surlódó hangot? Igen. Mi ez? Az egy... A kőzet lemezek. Veszi a mikrofonod a lemez tektonika üvöltő hangjai. Igen. Azt hittem egyébként, mert a háttérben hallottam egy tücsköt, hogy az Alföldön egy tücsök, és azt is befogja már a mikrofonod. De melyik tücsköt? Na ez az. Az irány karakterisztikában meg kellett volna mondanod, hogy melyik tücsköt. Nem tudom. Én kérek elnézést, de a Dóci állatvilágot eddig is nagyon jól hallottuk. Ismerjük már az összes kutyát, a szomszédasszony. Figyelj, én mintha úgy hallanám, hogy valaki... Csöpög a csap. Nem, mintha valaki mintha kapálna a kertedben. Az lehet, hogy a felesége. És mintha egy picit a jobb válla fájna, úgy hallom, hogy úgy húzza. Igazad van. És a derekára van kötve, tudod, ez a... Mi ez? Vető magzsák. Kozmodisz, mi? Kozmodisz. Kozmodisz. Azt tudom, mi a vidéki kozmodiszk? Egy macska. Így van. Az öreg asszony hátam a fekete macska. Így van. Kozmodisz. Na, mi történt veletek? Bírjátok még a 40 Celsius fokot? Hát baszás történt délelőtt. Úgy dörgött, meg minden, és nekiállt a kereszthúzat így hűlni, és ilyen hűvös levegő mozgás volt. Tehát már az, hogy mozog a levegő, elképesztő újdonság volt számomra. Az, hogy még hűl is lefele, az meg végkép. Úgyhogy rákészültem, hogy ma nem kell locsolnom a növényeket, és mindjárt jó idő lesz. Aztán az úgy, ahogy volt, úgy is maradt, és nem történt semmi, egy csepp eső sem esett itt. Én ma pont ebből kiindulva, mert hogy szombaton a... Hugomnak lesz az esküvője, és a parádés kocsis címét elnyertem. Na mondom, holnap úgyis dolgozom, elmegyek ma, pénz nem számít, autó kívülről, belülről, csitti-fitti legyen. Ahogy kigurultam, basszátok meg abból a szájba kurt mosóból. Egy olyan kurva nagy kövér csepp az ablakon, mondom, bazd meg, nem takarították le szárazra. És megyek tovább, és tudod, mikor a veréb odaszarik egy, nem is sirály, bazd meg, akkora, csak ez esőcseppbe. És bazd meg, onnantól kezdve hazáig egy tizen pár kilométer menekülés volt a felhő elől, néztem fölfele, hogy hol nincs, és arra vettem az útirányt. Hazamentem, megint szerencsétlen felhő. De hazudik, hát a Balatonon van, tehát nem tudom, hogy mit menek. A felhő, igen. Utána megnéztem a radarképet, és egyébként olyan szerencsétlenek vagyunk, ezt neked is mondom, Krisztián, hogy azt néztem, hogy Budapest nyugati oldala és a Balaton között, tehát így a Velencei tó vonalában északról délre megy a zivatar felhő, és az pont elkerülte Budapestet is, a Balatont is, meg téged is, úgyhogy... Francba. Úgyhogy betonra nem kell az eső, Charlie. Oda kell, csak igazán hallod. Éppen tegnap jöttem haza, bent a városban 34 fok volt a Lehel tér környékén, és mikor hazaértem, és direkt megnéztem a hőmérőt, 26. 26. Ennyit számít a tanyavilág. De azért elképzellek, mint egy amerikai katasztrófa filmben, így nyomod a gázt padlóig, és így összeráncolt szemöldökkel gondterhelten nézegetsz, pillantgatsz folyamatosan bele a visszapillantóba. Csak nem egy, ilyen hogy hívják,
tornádó tölcsér jön mögötted, hanem egy felhő. Hát most, de most gondolj bele, hogy ez tök életszerű, mert off-topic egyébként, de kíváncsi leszek, hogy hogy fognak a Winchester árak, a memória árak, és egyébként a Kínából jövő termékek árai változni, mert most valami kibaszott nagy robbanás volt megint valami termelő üzemben, és mintha atomot dobtak volna le, láttatok videókat? Azt láttam. Nagyon dú. Az autók valami autótelepen állt egymás mellett több száz darab, kiégve a picsába az összes. 50 ember az így megszűnt létezni, 500-at meg úgy keresgélnek, meg ellátásra szorulnak, szóval kemény, hogyha ott csak egy ilyen kis pici tűzeset van, az pillanatra megakadott a fogaskerék akkor, és mi is szívni fogunk. Sőt, a Vapor Giant is szívni fog, mint kiderült. Azt hallottad, Blacky? Nem. Én valami ilyesmit olvastam most, hogy a Vapor Giantnek az új kazánja, ezt a kutyát már ismerjük, ne is foglalkozzatok vele. A Vapor Giantnek az a kazánja, tudjátok, ami ilyen kis integrált fejes, ami most jön ki, hát az mérnökileg tervezve Németország, készítve Kína. Úgyhogy ez olyan... Lehet... A feje gyanúsan hasonlít egyik másikra. A melónak lehetett valami hasonló, azt hiszem? Az Elif melónak van valami hasonló igen, feje? Igen. Úgyhogy szerintem így rájöttek, hogy egyszerűbb, ha kiadják a kínainak, aztán minőségbiztosító ott ül az asztalnál, és azt mondja, ezt nem veszem át, és lehet, hogy megcsinálja 2 euró helyett mondjuk 0,79-ért. Jó, hát ami quality control van. Hát, ez pont olyan, mint az Apple, tehát ott is nem rá van írva, hogy designed by California. Nem a minőséggel van Kínában a baj, hanem hogy a selejteket visszaviszik el a szalag végéről. Ja. Igen, és akkor a jobbat megveszed, mint Manganus Tank, a gyengébbet meg, mint Freemax Star, vagy mi a bánat a neve ezeknek a... Van ez a két tök egy forma, nagyon-nagyon népszerű felhőköpködő tank. Na mindegy. És ez a neve Charlie Vapor Giant. Hát, most jót kérdeztél. Beszéljetek, addig én megkeresem. Ja, Krisztián említetted ezt a hirtelen nagy lehűlést, meg a mit tudom én, de hát volt arról is szó, hogy be fog fagyni a pokol? Erről tudnál bővebben mesélni? Ú, tényleg. Jaj. és akkor légy szíves eredményhirdetés, hogy ki járt a legközelebb. Jó? Köszönöm. Charlie, te tróger. Szerintem igaz. Szerintem én, rezsicsökkentés, ez biztos. Nem. Befagyott a pokol, ugyanis boldog gazdája lettem egy vari voltos vattos készüléknek. Úristen! Képzeljétek el. A betyár. Milyen készüléked van, Krisztián? Egy Inokin Coolfire 4-es ütötte a markomat. Honnan így jött az jártam. Ötlet? Az ötlet az onnan jött igazából, hogy nézegettem, így szoktam nézegetni, hogy amik így jönnek kifelé ezek a holmik, és ennek tetszett a dizájnja. És végre egy olyan, igazándiból volt már olyan vari voltos készülék, aminek tetszett a dizájnja, de az a, most nem ugrik be, de ez a Stratum X anyám kínja, az orosz limitált szériás aranyárban lévő bizbasz. Szóval volt már néhány, ami így tetszegetett, de hogy elérhetetlen árkategóriában voltak, és ez meg nincs elérhetetlen árkategóriában. És ha valamit megtanultam az elektromos cigaretta piac gyors naszátként mozgó változásairól, az az, hogy ha valami megtetszik, azt meg kell venni, mert egy hónap múlva kijönnek a sokkal rondább utóddal, és soha többet nem lehet kapni azt, ami tetszett. Úgyhogy egy ilyen 2 hónap agyalás után úgy döntöttem, hogy beújítok egy ilyet, ilyen abszolút zombi apokalipszis vésztartalék holminak. Főkészülék lesz abból, Krisztián, már látom. Nem. Az a néhány nap ismerkedés, illetve 2 nap ismerkedés az már eldöntötte, hogy főkészülék nem lesz belőle, mert ez a 15 másodperc után letilt a slukkolásról, ez olyan, mint a kirántanák alulam a széket. Kb. Ezt akartam mondani, hogy ne durvuljunk azért, hogy Krisztiánnak alapkészülék egy
elektronikus. Sőt, na közben megtaláltam Vapor Giant Go. Go, ezt a bonyolult szót kerestem. Hát go, mert nem kell tekerni, csak bevágod az előre készített fejet, aztán go. Hát illetve tudod, ez is olyan lesz, mint a kengörteknek, hogy van egy ugyanolyan méret, sőt, RPA, igen. Ezt inkább átmérőre én azt mondanám, hogy ez a K4-esnek körülbelül a kazán mérete. De ugyanolyan kis tekergetős fejben, mint az összes többi ilyen, és éppen tegnap került a kezembe egy Tritonnak a feje. Ezt nem hiszem el. Szólj anyádnak, hozzon pénzt! Na, szaladjál ki, mire lizőcsönyre, megvárunk. Oké. Okay. Szóval... hol tartottam? Igen, hogy a kengerteknek ilyen, de méretre ez nekem egy az egybe emlékeztet a K4-nek a kazánjára. Ja, és igen, hogy a kezembe volt tegnap egy Tritonnak a feje, mert ugye azokhoz már nem jár, hanem te veszed meg külön, és bazd meg, hát ez az IKEA-s asztal székkel, az kutya fasza ehhez képest. Igen. Itt bazd meg ógyűrűre szét van szedve minden, rakd össze, először találd ki, hogy rakod össze, aztán rakd össze, és még a tekerést is helyezd el bele. Hát hallod, lesznek ott azért bajok szerintem. A Triton RBA az egy tipikus Aspire-os tökönszúrás. Hát ez ilyen evolúciós zsákutca. Vedd meg, hogy ne kelljen szenvedni vele, majd utána ezt a kis picsányi szart vedd meg szétszerelve, hogy föl tud újítani. Uh-huh. Igen. Igen, de maga nem tudom, mennyire mentél bele mélyebben az összerakásába. Ne őríts meg odáig, hogy a tekerés nélkül összeraktam odáig. Igen, de a tekerés bekötési pontjait is megnézted, ugye? Csibészes hallod, meg az alsó ponton volt egy akkora hernyócsavar, hogy először azt hittem, hogy légypiszok van benne. Így de, van. De nem, mert bazd meg az... Azt fogja oda a drótot, így van. Ez horror. Nagyon. Hát ha egyszer valaki rá fog érezni erre, akkor lehet, hogy készségszinten fogja tudni kezelni, de én nem érzem azt, hogy ilyennel kéne küzdeni. Hát annyira nem. Triton nem lett a szívem csücske. Ez, hogy a tankot nem lehet szétszedni, és azon a két ló picsányi lyukon kell mosni, amivel fölül hozzáférsz, amikor töltöd, mert nem tudod szétszedni a tankot, hogy ki most. Ízt akarsz cserélni meg, vagy lőve? Fú, mi volt így, várjál, a Eviknek volt a Deltája, az is. Az csak úgy tudod szétszedni, mint a GT-t. Nem tudtad a topkepet? Nem tudtad letekerni, hogy kimosd normálisan az ízt vagy bármit, az úgy majd kikopott, vagy nem. Igen, pontosan. Ez még annyival rosszabb, hogy alulról se férsz rendesen hozzá, mert pont az a két apró, vagy három, vagy négy, vagy nem tudom hányuk van alul, ami éppen átengedi a folyadékot a fejhez, a bázisba, aztán kalap kabát. Yes. Tehát ez egy horror annak, aki szereti váltogatni az ízeket. Először nem tudtam kitalálni, hogy az a... Azt hittem, hogy az valami fémtüske, de nem, bazd meg, az egy csavarhúzó. Mondom, aztán ez te minek vagy te itt a dobozban, te? Hát, sajnos megvan az értelme, de mentségükre szóljon, hogy ez nem kéknyelű. De akkor is horror. Figyeljetek már, ez tényleg elment zöldségér? Esküszöm, te képesre. Hát ez kész. Nem hallott a csöndöm, akkor halljuk, ahogy alkudozik a jégkrémért. A lemez tektonika fölött. Uh-huh. Ja, én még néhány dolgot szerettem volna mondani a kulfejőről, ha titeket is érdekel. Hajra, a pálfordulásodról? Nem pálfordultam én. Még azért azt úgy kifejthetnéd például, hogy mi volt az, ami téged elindított ezen az úton? Hát ez a rengeteg beszélgetés. Tehát úgy igazándiból kipróbáltam volna egy ilyet, meg megnézegettem volna egy vari voltos, csak tényleg nem tetszett egyik se. És én meg azt az elcigics iskolát képviselem, hogy azt kell megvenni, ami tetszik. És aztán itt türelmesen vártam, amikor
a kereslet és a kínálat egymásra talált, és végre lett egy ilyen kis eszköz. Egyébként baromira tetszik nekem a kivitelezés, tehát tök igényesen van megcsinálva, nagyon szép, egyetlen egy dolgot leszámítva, mert itt azért a kínaiaknál, tehát valamit el kell baszni katasztrofálisan. Van egy csodaszépen, szerintem csodaszépen kinéző készülék, és egy ilyen fém pecsét, plecsnészerűséget rátesznek a szélére, amire rá van írva OKD-k, stílusidegen tipóval, hogy Cool Fire 4. Hogy azt minek kellett rátenni, azt nem tudom, anélkül csodálatosan szépen néznek ki, vagy valami modern tipóval, vagy nem hát tudom, lehet, hogy az a tipó volt benne InDesignban mondjuk, aztán a franc fog szenvedni vele, itt van ez, tegyük rá. Tehát itt nincs Kínában szeme az embereknek, vagy hogy az Istenben van, mindegy, teljesen elképesztő, hogy ezzel így elbarmolják a végét, úgyhogy már tervezgetem, hogy elviszem, és hogy valami gravírosnál lecsiszoltatom a picsába. Mert ez mégsem állapot. A másik, meg amit nem értek, hogy néztem a specifikációját, és 18650-es aksi van benne, de beleépítve. Hogy akkor már miért nem csinálták meg olyanra, hogy cserélhető legyen? Mert ott van az a bazi nagy kör az alján, nyilván ott dugták be ők is az aksit, azt egy ilyen kis bevéséssel meg lehetett volna csinálni egy ilyen kicsavarhatós cuccra, és akkor lehetne benne cserélni a 18650-et. Az még nagy plusz lenne rajta. Az az ugyanolyan, bocsánat, mondjad. Hát csak, hogy ugyanúgy van beleforrasztva a cella, mint például az iStick-be, szóval megoldható a cseréje, ha szükséges. Ettől függetlenül igazad van, nem tartott volna nekik sem eddig megcsinálni azt a kis lyukat, de nyilván úgy a jobb, hogyha te ezt 6 hónapig használod, vagy 8 hónapig, vagy mit tudom én, meddig, amíg a 18650-es burkolatlan cella bírja, és akkor utána veszel egy másikat, mondjuk a Coolfire 6-ot. De az már ronda lesz. Hát most, ha végignézel az Inokin cuccain, kezdve onnan, hogy MVP vagy az iTaste, az első kis kockás ego, tudod, ez a szögletes, jaj, aminek még volt stílusérzéke, az SVD az úgy nézett ki, mint egy fénykard, azt imádtam, és akkor jött a többi, a Gránát, meg az a rácsos Gatling géppuska, a forgócsöves géppuska szerű. M134. Igen. Aztán ott van az új MVP 3, meg az MVP 3 Pro, ami gyakorlatilag egy baromi nagy alumínium tégla. Igen. De ez kisebb volt a csoda, hogy kiizzadtak magukból a dizájnereik egy ilyen viszonylag igényesebb kinézetű valamit. Ja. Még mindig a te módodról van szó, Krisztián? Most ismét igen, megvártuk, hogy bejékrémezzél. De egyébként beváltotta hozzáfűzött reményeket, mert életmentő eszköznek ma már jó volt, mert Kinga benhagyta a melóhelyen a kis iStickjét, és jött szomorkodva, hogy most mit fog szívni, és így a kezében nyomtam. Tessék! Íme! A backup. Igen. Úgyhogy a funkcióját már ellátta. Azt látjátok azt a képet, amit beraktam a chatbe? Mindjárt megtekintjük. Nem, sajnos ez a tartalom jelenleg nem érhető el. Oh, fuck no. Vagy hell honnan no. Honnan osztottam meg? Facebookos ismerősöm volna, Andy Chen, és... Nekünk nem. Hát ezek szerint neked nem, és nem public. Andyvel mi nem barátkozunk sajnos. Csináltak egy gyönyörű, stabilizált famodot G-Reverso néven, de én ezt akkor most megscreenshotolom nektek a csak magát a készüléket, és gyorsan bedobom, hogy a linkjét meg tudjátok csodálni. Még az elsütő gombja sem kör alakú, és a nem kör alakú gombjába is bele van gravírozva a cég logó. Valami gyönyörű. Na, ott van benne a link, elvileg meg tudjátok nézni. Udi. Hogy lépjél be, persze. Nem kell belépni hozzá. Mondjátok már, a Blacky nem ugrik be neked az az ausztrál fából kézzel készített pipa? Mi annak a neve? Lemon pipe, vagy? Hú, basszus, nem tudom. Na, mert fölhagytak, hát nem hagytak föl, a pipa vonal nekik is megvan, de csináltak egy gyönyörű DNA 30 vagy DNA 40-es dobozt, aminél potom 400 euróért ki tudod választani, hogy tektonikus kőzetlemez legyen a két oldala, vagy valami nagyon exkluzív ausztrálfa.
úgyhogy még ilyeneket bambulok mostanában. Hát ez lehetne rondább is, nem is olyan csúnya. Hát ezt az Andor meghallja. Fa is, kicsi is. 18-500-zal megy egyébként. Nekem egy PEZ adagoló ugrik be róla. De az a kazán is milyen gyönyörű a tetején. Igen, meg a tip dripje. Pinkó Krisztián. Ja. Jó van, csapassuk a híreket? Csapassuk a híreket. És akkor sose tudjátok meg, hol jártam a hétvégén. Akkor mielőtt a hírekkel kezdünk, hol jártál a hétvégén? Ha már így megkérdezted, mi történt velünk a héten, bár rajtam kívül senki nem mondott semmit. Kérlek szépen, az egzotikus Diós Jenőn jártam. Elképzeltem, ahogy Mitch Buchanan szalad végig az egzotikus Diós Jenő. Diós Jenőre keveredtünk, mert itthon vannak most a gyerekek Hollandiából, a keresztgyerekek, és olyan ritkán látjuk őket, hogy így most volt alkalmunk két napot eltölteni a festői szépségű Diós Jenőn és környékén, és baromi jó volt. Hát én nem is tudtam, hogy itt ilyen kis dolgok vannak. Kempingeztünk, mondjuk faházban, nem sátorba, és nagyon-nagyon klassz kis kemping van ott, kurva jó fejek voltak. Elfelejtettünk ki csekkolni vasárnap, és még elmentünk úszkálni a szomszéd strandra, meg ilyesmi, és abszolút jó vették a kanyart, és nem akadtak ki, hogy akkor húzzunk rá még egy napot, meg ilyesmi, hanem abszolút korrektek voltak. Úgyhogy ott voltunk. Ha valaki ilyen hétvégére el akar utcolni, és nem ugrik be neki jobb, és már unja a Balaton, meg a Velencei tavat, meg ilyesmit, akkor a Diós Jenői kemping a faházzal, az szerintem egy teljesen jó kis ilyen lelazulós holmi. És tényleg van egy ilyen mini strand a szomszédban, volt egy rendes eredeti nagy strandjuk is, de azt elbaszták, mint kiderült, és az be van zárva. Az egyébként ilyen baromi jó, mert mellette egy kicsit megemelve így egy ilyen kertben van beépítve egy ilyen jacuzzis medence, ami nem nagy, de ilyen azért lehet benne pancsolni. És az most a strand, és hogy így lenézel, ott a mögötte lévő telken az üres rohadásnak indult régi strandnak a maradványai, tehát ilyen a csempés sportmedence, és így a közepéből nő ki egy ilyen derékig érő kis fa, meg ilyen. Elég vadul néz ki. Szóval ez volt. Most már olyan barna vagyok, hogy meg se fogtok ismerni legközelebb. Kezdhetjük akkor a híreket. Igen. Ha jó lenne a mikrofonot, hallottuk volna, hogy barnább a hangod. Ugye? Na, első hír legyen a pálfordulás malajziai szintéren. Igen. Én leszek. Igen. Igen, mivel kúzsba van mindenki, mert éppen Fifika majszolja a fagyiát. Érdekes dolog történt Malajziában, azt ugye tudjuk, hogy Malajzia földrajzilag egy ilyen nagyon fura helyen terül el, és a szomszédai bolondok, Brunei, Szingapur, Tájföld, ilyesmi, ott betiltották ugye az elektromos cigaretta használatát, és néhány nappal jött a hír, a negatív hír, szomorú hír Malajziából, hogy azt javasolják, hogy átmenetileg mindenki függessze fel az elektromos cigaretták és sisák és egyebek használatát, mert itt ilyen nagyon-nagyon durván nem tetszik az ottani egészségügyi minisztériumnak, és itt hadd elhadd lesz, és várató volt ugye a szomszédok mintájára, hogy ott is jól betiltják majd, és pár napnak kellett eltennie, és kiderült, hogy nem. A malajziai kormány úgy döntött, hogy csináltak egy felmérést, és kiderült, hogy Malajziában olyan 250 ezer és 1 millió közé tehető az elektromos cigaretták használók száma, és a felmérést azt is mutatta, hogy az emberek egyetértenek azzal, hogy szabályozni kell az elektromos cigaretta forgalmazását, viszont szeretnék, hogyha változatlan diverzitásban elérhető maradna a fogyasztók számára, és osztottak, szoroztak, és arra lukadtak ki, hogy akkor ők kivárnak még szépen, nem kezdenek el betiltogatni, mint a szomszédok, hanem megnézik, hogy mi újság a nagyvilágban, megolvassák az aktuális tudományos eredményeket, hogy miket kell erről tudni, és utána döntenek róla. De hogy a hírekkel ellentétben nem lesz bannolás Malajziában. Szerintem egyszerű turisztikai fogás, összes hülye szomszédát fogod ajánlani. Ez is lehet.
Igen, persze mondjuk azért ezt el kell osztani kettővel, mert a hivatalos álláspont az az, hogy nem akarjuk betiltani az elektromos cigarettát, és ezt már hallhattuk Európában is pont elégszer. Néhány éve Linda McEvoy szájából. Nem betiltották, ellehetetlenítették, azért nem ugyanaz a kettő. Persze, hát nem hallgatott igazándiból, nem, csak a szája mozgott. De minden esetre egy mozdulattal megtették volna Malajziába is, hogy betiltják, de nem ezt tették, úgyhogy ez azért mindenképpen egy pozitív fordulat. Már a malájoknak, nekünk nem annyira, de hajrá malájok, kőzlérek. Hát minden egyes bástya ledől előbb-utóbb, és minél több bástya van ledőlve, annál hajlamosabb a többi ledőlni. Tehát, hogyha ha már vannak olyan országok, akikre lehet hivatkozni, hogy náluk sincs betiltva, nálunk miért van, az már jó, az már valami. Ja, igen, egy fontos mondatot elfelejtettem továbbítani a cikkből, hogy az indoklás az volt, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon sok dohányosnak segít, ez a benyomásuk, úgyhogy nem szabad elkapkodniuk ezt a kérdést. Ez volt az indoklás. Közben én off-topicként megtaláltam a linket, amit van. Kerestem, és be is dobtam. Jó, igen, ezt láttam Toddnál, a Limelight-ot, persze. Van benne egy kis csavar, mert ez is handbuilt in Szerbia, de ki bebaszott jól néz ki. Milyen kis ilyen picike. És milyen szép kis bőrtokja van. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ebben a 400 euróba férjen már bele az a szép bőrtok is. Ja, és ott van a kis csiszolt márvány oldallap, meg minden. Aha. A csiszolt tektonikus kőzetlemez. Miért? Milyen egyéb kőzetlemez? Lementek érte. Mindenképpen azt kell mondani, hogy tektonikus kőzetlemez, mert azt halljuk Fifikától. Akkor ma ismeret terjesztünk. Is. Lementek érte tektonikába. Igen. Nagyon messze van. Tudod, ez a szegény Józsi mibe halt meg? Influenzába, olyan messzire. Hát mondanám, hogy jó volt, de nem. Igen. 400 euró, hát azért megkérik az árát. De szép. De egyébként a pipáik is rohadt szépek, ha megnézitek. Igen. Megbököm. Ez Andornak való stíl. Igen, ez eléggé kis csíni jószág. Na, ez off-topic volt. Mindegy, ezt az off-topicot, a másikat, ami most eszembe jutott, ezt inkább... Úgy is mondja, szép dream. Igen, igen. Ja nem, az pipaszár, bocsánat. De itt van nálam egy ilyen pipaszár egyébként tőlük, úgyhogy... Nem ez drip tip. Nálam pipaszár van. Aha. Valami... Elbaszott áron adják egyébként, de gyönyörű. Ja, a franciáknál láttam 20-25 euró környékén a Le Petit Vapoteur, mi a valami ilyesmi francia volna. Elég húzós. Honeysuckle 30 euró, te jó Isten. De ha már jó hírek. Na. Nem csak Malajziából jöttek jó hírek, ma én vagyok a jó hírt hozó kincskereső kisködmöm. Azt hittem lovag. Twitteren jelentették meg, Ellen Rodin, illetve Twitteren találkoztunk Ellen Rodin cikkével, illetve nem is találkoztunk vele, hanem tette egy bársonypárnán elénk Ziegler Feri a hírt. Skóciában ugye terítéken volt, ami most Walesben is zajlik, hogy az ottani parlament, vagy az ottani közigazgatási HEPA a közterületeken betiltsa az elektromos cigaretta használatát, és a jó hír Skóciából jött, nevezetesen az, hogy kukázták ezen ötletüket, és arra gondolván, illetve azt felismerve, hogy ez abszolút egy kárcsökkentő eszköz dohányosok számára, újra gondolták ezt az egész koncepciót, és arra lyukadtak ki, hogy nem biztos, hogy jó ötlet lenne az egészségügy, illetve a közegészségügy számára, hogyha ezeket a dolgokat betiltogatnák, úgyhogy szépen dobták ezt az ötletet Skóciában. De ha már a szigeten járunk, azon a rohadt nagy szigeten ott, ahol a Setét nagy úr is
portyáz. Mesélj már, milyen volt a Vape Fest, kint voltál? Nem, nem voltam kint. Renyó ugye mondta, hogy menjek velük az Vape Festre, vagy azt mondta, hogy a szügyetre. Menjek a Vape Festre, de nem. Rengetegen voltak állítólag. Voltak kint olyan vevőink, meg ismerőseink, akik meséltek hosszabban. Sokan voltak, főleg a szombat volt roppant forgalmas, és hát mindenkinek tetszett az idei. Viszont nem volt annyi freebizés, mint eleinte, mint tavaly, vagy tavaly előtt, vagy korábban. Tehát ez az ingyen likvid osztogatás az idén annyira nem ment. Hát akkor a múlt év volt a beetetés. A jó ég tudja. De tavaly lényegesen több ajándék cuccot lehetett vinni. Itt viszont, mivel nem kellett áfát fizetni semmilyen adásvétel után, rohadt olcsón mentek a dolgok. Tehát ilyen provari, a gortjára. Hogy nem kell áfát fizetni? Hát jó ég tudja, de a Vape Festen nem kellett áfát fizetni. Ott, ha eladtad, eladtad, kész. Nem volt, nem kellett VAT-t fizetni, ami 20% mínusz mindennek az árából. És akkor itt a provari 100-110 fontért ment el, vagy annyiért forgalmazták mondjuk a provari P3-ot, mikor bemész a botba, akkor meg 150-160 font. Úgyhogy, ja, elég biztos. Jó áron lehetett bevásárolni mindenféle újdonságból. Biztos van valami 1000 éves törvény Angliában, ami az ilyen vásározós stílusú igen. dolgokat másképp kezeli. Fél, ha fél lábbal a biciklipedálon tartod a lábadat, miközben írod a nyugtát, akkor nem kell a fát számolni. A fene tudja. Vannak dolgok, amik itt elég furán működnek. Vape Fest 2015 UK. Hát megpróbálom megkeresni azt a videót, és akkor... Melyik a 2 perces, vagy a hosszabb? Hát most egy hosszabbat találtam, nem tudom, hogy ez az-e a Vape... Nem, ez nem jó, az 2014. Ezt be tudnád dobni esetleg a show notes-ba azt a 2 percest, hogy természetesen. Akkor az lenne a mai videós dolog. Már keresem is. És akkor mi meg mehetünk tovább közben, mert hogy annyi jó hírt mondtál, Krisztián, fel sem tudjuk dolgozni, és akkor mi szakad a nyakunkba? Sokkot kaptál? Sokkot, bazd meg, sokkot kaptam. Akkor reklámtilalom. Így van, Írországról beszélünk, ahol ugye egyébként is eléggé szorosra húzták a nadrágszíjat. A Planet of Vapes-en van fönn egy jópofa cikk, amelyik a reklámtilalmat feszegeti, ugye nem elég, hogy a tiltást a nyakunkba kapjuk, illetve nem is tiltást, mit mondtam az előbb? A ellehetetlenítést a nyakunkba kapjuk. Jönni fog még ezzel együtt a reklámtilalma, a nyilvános helyen való vépelés tilalma, stb. Stb. A cikkíró azt feszegeti, hogy ha ez ilyen egészségügyi aggályokat támaszt, hogy a gőz olyan, mint a cigaretta gőze, és hogy gyakorlatilag a, ugye Krisztián, hogy szokta ezt fogalmazni, hogy a dohányzás látszatát kelti. Újra normalizálja. Újra normalizálja. Ez nem jutott eszembe. Újra normalizálja a dohányzást. Tehát érted? A gőz újra normalizálja a dohányzást. Tehát úristen, ki volt az az állatkirály, aki ezt kitalálta. Na, és akkor felvetette azt az ötletet, hogy akkor legyenek olyan kedvesek, és a gyors éttermekben, meg a különböző ilyen zabádákban, ahol abszolút egészségtelen ételeket szolgálnak föl, tiltsák be a nyilvános evést például. Még azt nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, de valószínűleg úgy, hogy lenne ilyen államilag előírt evőzacskó, tudod, és akkor csak ülni, és valamit így csipegetné, miközben a rendőr, és rendőr ha mégis, figyelné. Ahogy ha az mégis, amerikai filmekre igen, az alkoholt. Az alkoholt. Igen. De egyébként... A rendőr figyelné, hogy úristen, ott kilátszott a szalonna! Azt mondom zárójelbe, hogy a...
ez egy óriási tévhit, a papírzacskóban ivásér is csúnyán néz a rendőr, de belefutottunk pont a nyáron. Tehát nem azt jelenti, hogy tajrészegen fetrengtünk. Neked muszáj volt zacskóból innod közterületet. Persze, ki kellett próbálni, hogy milyen az érzés, átadtam magam neki, és, de ne gondoljatok durva dologra, sör. De, és egyébként az a fura, hogy nappal megvehetem bazd meg a sört, de nem ihatom. Kurva meleg volt. És aztán eszembe jutott, hogy az meg, hát itt nem lehet közterületen fényes nappal, na, papírzacskó elő. És már megindult a rendőr, és így az ujjával most nem tudom átadni nektek így. Így nyikorgott, mint a tektonikus lemezek. Mert nem zacskózni kell, meg ez a Fifika ötletéhez is a kajáláshoz nem zacskó kell, hanem egy ilyen mobil, privát paraván. És elkeríted magad. Igen, és saját helyrezi számmal. Igen. De Krisztián, mi tudunk akkora gőzt fejleszteni magunk köré, hogy ne látszom, hogy gőzögök. Hoppa. Nem is rossz. Nem is rossz. A gőzre jut eszembe. Origen Dripper, dualba tekerve, üvegszál old schoolba, és a, nem tudom, ismered-e Fifika, a Liquid Gardennek a nektarinját szívom éppen. Ó, figyelj, az egy eszméletlen jó liquid. És ha már liquidnél járunk, akkor engedtessék meg, hogy én ezt kiszürkítem idáig az összeset, hogy eldicsekedjek vele, hogy tetszett sok embernek a liquid test sorozat, ami már nem tudom én hanyadik részénél jár. Kicsit könnyedebbre, kicsit lazábbra vettük, és képzeld, Blacky, írtak azok az angolok, akik, nem tudom, hogy tőlük rendelted nekünk a Heisenberget, meg a Pinkment? Nem, én közvetlenül gyártótól vettem. Ó, de menő. Na mindegy, írta ez a forgalmazó, hogy én nem tudom, hogy csinálja, hogy tetszik neki a stílus, meg jó pofa volt a videó, és hogy még az se érdekli, hogyha sokat kell rá várni, küldene liquidet, de hogy egy linket nem raknék ki rá a boltjára. Hát de mondom, kim van, ott van, hogy a magyarul a megvásárolom jelenti azt, hogy order now, úgyhogy légy szíves, ezt ültesd át a saját szövegkörnyezetedbe. Úgyhogy onnan fognak jönni még liquidek, illetve tőled is fog jönni valami, azt nem tudom, hogy micsoda, mi az? Ami most tőlem fog jönni, az Vape Monkey, ami, mert a Vape Monkey az egy itteni gyártó, van neki gourmet sorozata, Cloud Chaser sorozata, meg amit el tudsz képzelni, van egy csomó ízük. Igen, jó hírük van itt kint egyébként, mert jó alapanyagokból dolgoznak, és frissen keverik. És ahogy te megkapod, kicsit hasonlít a dolog, annak idején voltak ezek a lacaféle, a legendás lacaféle lötyök, ami frissen volt kikeverve, és egy hetet vártál vele, akkor sokkal jobb íze lett. Tehát valami hasonlót kell elképzelni, csak ezek a srácok sokkal profibbak, idézőjelben, sokkal többféle és összetettebb ízeik vannak, és nagyon jó kis liquidekről van szó. Amit most én küldeni fogok, az egyik az egy 80 VG 20 PG arányú Autumn Storm, tehát őszi vihar, meg nem mondom milyen íze van, mert nem emlékszem. A másik pedig egy sima 50-50-es, tehát normál tankos használatra is alkalmas, Plimani nevű. Annak sem emlékszem az ízére, de majd mindjárt utána nézek. Szóval ezeket fogom küldeni, illetve Borisnak még egy kis Heisenberget, mert láttam, hogy nagyon ízlett neki. Ahhoz képest, hogy meg akart halni ott a forgatás közben, igen, utána ő volt az, aki rárabolt, hogy hát akkor lehet, hogy még tesz vele egy próbát, de most már azt mondja, hogy semmi másnak nem érzi a TH-ját. Úgyhogy az kemény, és akkor itt köszönjük még úgy, hogy föl se adtad. Remélem lesznek benne Claude Chaser cucmákok is, hogy azt meg tudjuk nézni, bár szerintem ez az őszi vihar, ez valami ázott avar lesz, de na mindegy, majd meglátjuk. Itt van az Autumn Storm, azt mondja Ripe Apple and Juicy Blackberries, tehát érett alma és zamatos fekete szeder. Tehát akkor na, tehát sose fogom én ezt megfejteni, hogy akkor ez mitől őszi vihar, meg mit tudom is én, micsoda, tehát... Hát ezek ilyen őszi gyümölcsök.
Ezért őszi vihar. A plemoni az a másik íz, ami megy, annak hirtelen nem emlékszem a nevére, vagy bocsánat, az összetételére, vagy az ízvilágára, de megtaláltam közben. Próbáltam olyan gyümölcsösre rámenni, ami érdekes lehet. Igen, ez valami citrusos és ananászos, szintén gyümölcsös keverék lesz, amit gondolom, hogy kedvelni fogtok, mert itt is népszerű. Nem tudom, ezeket ajánlották, hogy ezeket érdemes, mert... Karaj, köszi! Mert jók. A másik pak az nem tőled jön, Fifika, te csak hetek óta ígéred, az pedig a Brenyóéktól fog jönni Witchcraft, méghozzá a boszorkány lehellete, Forest Fruit és Mojo. Azt meg elszóltam magam, utolsó kettő még nincs kiadva. Na mindegy, ilyen is lesz. Meg Pineapple, meg Water Melone. Úgyhogy ilyenek lesznek. Ne tartsd magad vissza, Fifika. Plusz erről jut eszembe, meg kéne ejtenünk a túszcserénket is valamikor, Charlie. Mert ugye itt van még a Bread of Heaven is. Várjál, azért nem hallottad a hangom, mert kifordultam, mert én most megijedtem egy picit, mert képzeld, de nem látom a követ az asztalomon. Houston, nincs, we have a problem. Nincs kő, nincs Bread of Heaven. Ja, kérem, nincs kéz, nincs csoki. Meg lesz az, meg lesz az. Illetve ezt a Witchcraftot is bedobtam a köztudatba. Nem tudom, Blacky, az rajtad keresztül jött a húzaltartó nekem? Nem. Nem, akkor az talán Brenyóék, vagy én már nem is tudom, hogy honnan. De az olyan cunamit indított el, hogy mindenki ezt találgatta, hogy micsoda. És Sunfó, vagy Suntó, vagy én már nem is tudom, mi a neve, de állítólag itthon is lehet kapni, aztán nem. És most mondom, mert mások úgyse hiszik el, hogy lehet ezt máshol is kapni, de máshonnan nem sikerült szállítani, Angliából egyedül, és Angliából nem szállítanak Magyarországra, és bármilyen hihetetlen, és máshol olcsóbb, Angliából szállítanak, és az 9000 forint darabja. Tehát aki ezt kereste a videóban, és nem tudta, hogy mi az, és mennyibe kerül, akkor most lerántjuk a leplet, ez az. Tehát, hogyha valaki mindenképp akar venni, akkor keressen egy UK vonalat, aki ezt tud rendelni, és ezt kell bevonzani. Úgyhogy ennyi lett volna a kis színes szolgálatim. Milyen remek alkalom Blackynek egy kis fúsizásra beindítottam. Ja, 2000-ért átküldöm. Alig szokták keresni, érted? Most még kevesebben fogják, azt gondolom. Sima így, hát tudod, egyébként... van az a pénz, amennyire korpásodik a haja. Egyébként van az a bolt, ahol biztos meg lehet ezt találni. Javaslom azokat, akik ilyesmit keresnek, hogy menjenek egy horgászboltba, és keressenek Damil tartó dobozt. Nincsen, képzeld el. Legalábbis a Boriszt ráúszítottam az iszonyat nagy pecás haverjaira, és ők is külföldről rendelték. Úgyhogy piaci rés. De kurva drága, tehát tényleg biztos nem mernék berendelni tizet, hogy hát, ha megveszi valaki. Vagy nem. Jó, akkor menjünk szerintem tovább, és a szabadszavasban még egy ilyen van, hogy szereplőket keresünk, ami kipattant hónapokkal ezelőtt egy brainstorming csoportban beszélgettünk róla, és meg is írtam róla most a bejegyzés nemrég. Kevesen jelentkeztek, és még annál is kevesebben. Úgyhogy mindenkit megkérek arra, hogyha összefüggően 2-3 összetett mondatot el tud mondani értelmesen e-cigaretta témában, és mondjuk a kérdéseket előtte ismertetjük vele, és azt át tudja otthon gondolni, és van mondjuk valamikor valamennyi szabad ideje, ez gyakorlatilag ilyen 2-3 órás elfoglaltság lenne Budapesten, oda a stúdióba eljönni, ahol én szoktam rögzítgetni a videókat a 13. kerületben, a Taksony utcába, akkor jelentkezzen nálam e-mailben, mert nem fogunk haladni, és vége lesz a nyárnak, és én nem szeretnék borús videót csinálni.
Úgyhogy Fifika fixen jön, ha akar, ha nem. Mujó jön. Mujó, te írsz egy olyan fasza másfél órás beszédet, hogy csak na. Kifogy a szalag a kamerából. Igen, elfogynak a bitek. Aztán, hát én még megpróbálnám Andort megfűzni. Blacky jön, azt már de megbeszéltük. Figyelj, az Andort arra két szóra? Nem, egy szó. Hát ez geci jó. Szerintem. Milyen lehet cégézni? Geci jó. Vagy még azt a mondatot elsütné, hogy is mondja, hogy a hogy mondta, az elektronikus a buziknak, a meha meg a profiknak. És akkor ezt ültesd át most arra, hogy neked van egy elektronikus készüléked, Mujó. Nem értem a kérdést. Ne siránkozz, nekem is van. Ja, mindegyikünket lenéz Andor. Lenéz Andor. Úgyhogy mondom, Blacky is hazajön, csak ezért hazarepül. Ne röhögjé. Az Egyesület fizeti a jegyedet. Ó, oké, akkor megyek. Buli van! Nem, én ilyet nem mondhatok, meg nem is kérhetek. De csak átszállással Hawaii-on átmondjuk. Jó. Igen. Várja, hogy Egyesület, ha Egyesület, akkor Seychelles-szigetek. Hát ez... Egyértelmű. Az adóparadicsom. Mit ugye? Már sokszor beszéltem. Úgyhogy hozzuk. Románia az adóparadicsom. Milyen persze, és majd akkor az telefonon futtatja majd a Google térképet, hogy nehogy eltévedjünk megszokásból. Na, úgyhogy szerintem össze kéne hozni, fiúk. Jó. Zsíros lesz. Szívesen eltrollizok odáig. Karajság. Jó, akkor ezt a részét is letudtuk, és jöhet az egyéb. Én akkor... Ja, ezt nem tudom, kirakta be ezt a hallgatói bónusz kérdést, dugulatáit. Az én akartam kérdezni, hogy hát, ha valamelyikőtök tudja, úgyhogy majd a hallgatói kérdések végére oda bígyeztem az én kérdésemet is. Ja, jó. Akkor folytassuk most a... Lusta voltam beírni Facebookon. Éreztem. Folytassuk a sorozatokkal, mert hogy jó. Nekem most két... Nem, egy szívfájdalom van, a másik az csak van. A True Detective S02. És mivel az explicit betű ott lesz, kimerem mondani, hogy ezt a kalap szar fost, ami S02 alatt le lett művelve, ez botrány. Mi bajod vele? Hát nem volt benne koncepció az. Az. Hát az jó, magasra rakta a lécet az első évad. De nem volt igazán értelme a Colin Farrell szerepének sem, nem tudom most a Friday Night Lights-ból a srácot, hogy hívták. Az a is másik az, csávó. Igen, a másik csávó, mert hogy két nő, vagy két férfi volt meg egy nő. Nem értettem, miért kellett ez a buzi vonal, meg ez a, bocsánat, meleg vonal. És aztán tiszta trónokharca volt, ahogy itt hullottak ezek, mint a legyek. Hát egy kicsit szomszédos a sikeredet, tehát, hogy úgy valóban olvastam a kritikákat, meg az elemzéseket az évad zártával, és hát nem tudtam nem egyetérteni velük. Én ilyen szemrágó gumizásnak elnézegettem. Mert csak úgy folyt, jó dark volt, aztán ilyesmi, de hogy valóban az első évad az nekem is jobban tetszett. Meg akkor a végén nagy snitt, és akkor már megszületett a gyerek, aki a Colin Farrellé volt, és a másik rendőr csajé, meg a kinek volt? Annak a faszinak, aki ott már vizionálta a sivatagban, és meghalt, annak a nője is ott volt, országos barátnők lettek, valahol Mexikóban, édes Istenem. Mindegy. Valami Breaking Bad spoilert el kéne tolni mondjuk a második évadból, mert jó rég volt vége, és a Boris még nem tart a második évadnál. Szúrjunk be valamit, mert azt mondja, hogy hú, ez nagyon pörög, első évad, hatodik rész nézi. Mondom, nagyon el vagy maradva. Hát mi az, hogy pörög? Hát még Gus Fring sincs a képbe. Hát hogy van ez? Úgyhogy ők most azt gyalulják. Én meg a Lasshipet. És már kezd kristályosodni, hogy
hogy mi lesz itt a cselekményszál, bár nem értem, hogy most miért kellett megölni a... Most kezdek félni a csajtól, a dokinőtől, hogy ott valami labilis lesz. Mi a véredényed, Krisztián? Szerintem csak levezette a feszültséget. Ja, azt én is úgy szoktam egyébként, hogy a szomszédomat úgy megmérgezem, hogy a szemén át vérzik el. Tehát ez tök alapértelmezett. Jó. Ne, hát ahhoz, amit akart csinálni, ahhoz kellett ez. És az, hogy még a csávó bele is halt, az még csak hava volt a tortán. Tehát ez egy ilyen kis elégtételszerű dolog volt, de valóban a sokat moralizáló doktornőnek egy érdekes, kegyetlen oldalát mutatták be így most. Egyébként ez a dokinő az angol? Sztori szerint nem tudom, látod, ez most egy jó kérdés. Mert az akcentusból ítélve nagyon, ugye a másik doki, aki meghalt, az angol volt, vagy ír, nem is tudom. Ő neki meg nagyon, nagyon brit az akcentusa, úgyhogy csak azért gondoltam volna. Hú, kinek sípol ennyire a kazánja? Én voltam. Nem az enyém. Hát nálad a horál kis zacskó csörög. Én tudjátok, mit néztem? Nem. Illetve tudjuk, mert oda van írva. Onedin családot. Szerintem az Aquariust. Nem, az én voltam. Nem. Babylon 5. Nem nyert. Tegnap este kifeküdtem csillaghullást nézni. Veletek ellentétben, mert ti ezt ugye nem tudjátok megtenni ott a kemény betonon, abban a fényszennyezett környezetben, amiben estéről estére álomra hajtjátok a fejeteket. Cserébe van a sarkon non-stop. Na mindegy. De én itt kifeküdtem a kis legelőmre a birkáim közé, és onnan figyeltem az eget olyan 10:30 magasságába. Fél óra alatt 6 egészen nagy áthúzást lehetett látni. Sajnos tűzlabdával nem találkoztam. Viszont ami érdekes volt, hogy egy jó pár, tehát a nemzetközi űrállomás ugye elment fölöttünk, aztán... Az egy egész érdekes dolog, ahogy az égen áthúz és világít, az kúra jól néz ki. Talán múlt évben láttam. Igen? Láttam egy nagyon érdekes műholdat, egyszer csak így kigyulladt egy csillag, de valami iszonyat fénnyel, és haladt ugye végig az égbolton, aztán így szépen elhalványult. De amikor a legfényesebb volt, és így nézted, már nem tudtad eldönteni, hogy milyen messze van tőle. Tehát már majdnem olyan volt, mintha ilyen tök alacsonyan jönne. Feléd. A feléd. Nagyon durva volt. Gondolom, ahogy forog a napellem és a napfényt felé tükrözi, ezt a hatást lehetett látni. Nyilván, ha ezt olyan látja, aki nem tudja, hogy mit lát, az azonnal leveszi, hogy úristen, itt vannak az UFO-k. És nagyon sok nemzetközi járat jön meg itt Dóc fölött, de összességében ezt a 6 nagy meteort, meg egy ilyen 10-12 kisebbet láttam, egy élmény volt egyébként. Hát akkor kijelenthetjük, hogy Dóc a csillaghullás szívcsakrája? Ez így van. És a repülő utak, nem is tudom mi kereszteződése, most gondolkozok rajta, hogy kéne egy ilyen égi kávézót vagy lángos sütőt csinálni. Légi folyosók kereszteződések. Nincs oda... már, bocsánat, ezt ki kell, hogy javítsalak titeket, nincsenek már légi folyosók. Mióta? Hát körülbelül 2 hónapja. Odaépítem a lángos sütödémet a korcsán. Hát ugye. Most már, sok kereszteződés. Most már eldönthetik a pilóták saját hatáskörben, hogy nekik merre a legjobb, merre a legrövidebb, mindenféle légköri dolgokat figyelembe véve, és arra mennek. Tehát nincs az, hogy egymás után... Jó, de hát azt a repülés irányítás azért folyamatosan koordinálja. Nem, koordinálja, de nem mondja meg. Tehát ő lejelenti, hogy merre megy, és ennyi. Tehát nincs az, mint amit régen láttál a flight radaron, hogy felszállnak egymás után, és szépen lehet követni, ahogy Európában megy egymás után libasorban mondjuk 50-100-200 kilométerenként egy-egy gép. Az most már nem kötelező. Arra mész, amerre akarsz. Na, olvasói kérdések jönnek akkor. Matula Zoltán, tulajdonképp mind a két kérdést ő tette föl. Az egyik mújó neked lesz. Lesz-e valaha utódja az FV-nek? Terveztek-e még aláírásgyűjtést európai szinten, vagy most minden országban kivárásra játszanak a VAPER egyesületek, és majd megküzd mindenki a saját törvényhozása által kreált szabállyal?
Ha volt már, bocsi, igyekszem olyan kérdés, ez már nem ideillő. Jó, ennyi. Tehát lesz-e, vagy van-e, vagy mi lesz az FV-vel? Hú, hát ezt a múltkor én kifejtettem pedig, de nagyon, nagyon tágan értelmezve igazándiból az ilyen újabb dolgokat, mint a Move, meg ilyesmi, a szegről végről az FV szerelem gyerekének is tekinthetjük, mert javarészt azok az emberek munkálkodnak mögötte, akik az FV-ben is részt vettek. Most nincsen FV, ezt ugye tudjuk, nem nagyon lenne mi ellen ágálni, de nincs elfelejtve a dolog. Tehát ahogy a kérdező is mondta, fókuszálunk a honi törvényhozásra, és kivárjuk, hogy egyáltalán mi ellen kell hadakozni, mert most aztán végképp ilyen két állapot közötti szituáció van. És én készülök lélekben az FI2-re, aminek akkor lesz értelme, miután megtörténtek a TPD honosítások Európa szerte, és láthatjuk azt az ős káoszt, amit az egységesítés helyett majd elérnek, és akkor már lesz mire hivatkozni, és bekopogtatni megint Brüsszelbe, hogy jó napot kívánok, van ez a kaotikus saláta, és szeretnénk, ha nem ez lenne. Úgyhogy így nagy vonalakban ez a jövőkép. Oké, és akkor M. Zoltán másik kérdése pedig, ha lesz Balog Dávid, van, tőled kérdezi dedikáltan, hogy mitől függ az, hogy egy állítható TEM koeficiensű eszköznél milyen tartományban állítható a TC érték? Az ellenállás mérés pontosságától? Lásd például Smoke X-Cube 2, amit nem lehet 110-es értékre állítani az SS húzalhoz, úgy emlékszik. Uh-huh, stimmel. Most van nálam egy Smoke X-Cube 2, ami nem nagyon akar kommunikálni a Bluetooth applikációval, úgyhogy valószínűleg frissítenem kell rajta a szoftvert, de a lényeg, hogy ezen most konkrétan 0,004 a minimum érték, és ha jól tudom, akkor a legfrissebb szoftverrel szereltek, vagy ellátottak 0,002-ig tudnak lemenni, ami ugye mondjuk a Dani skáláján 200-nak felel meg, illetve az ilyen kínai Nickel Purity beállítós készülékeken 20-nak. Igen, ez már sajnos nem megy le addig, ameddig kellene az acélhoz, viszont minden mással működik. Attól függ egyrészt, hogy milyen tartományban állítható a koeficiens, hogy igen, milyen pontos az ellenállásmérés, hány tizedesig tud lemérni a készülék, illetve nyilván attól is, hogy mennyire profi a mérő áramkör, milyen pontosságú. Ugyanis nyilván egy ilyen 10%-os eltérés 100 Celsius fokonként elég sokkal nehezebben követhető, mint nikkel esetén a 64%. Én mondjuk egy ilyen 60-70 dolláros kínai készüléknél azt, hogy nem tudja tökéletesen lekövetni az acél változását, én annyira nem rónám fel hibának. Ettől függetlenül valóban én sem örülök annak, hogy megálltunk 200-nál, és nem tudtuk még egy kicsit lejjebb pofozgatni ezt az értéket. Úgyhogy ilyen szempontból az X-Cube 2 nem feltétlen rossz, csak valami más húzalra kéne rámenni, mondjuk a Decodes-féle dróttal teljesen jól működne, mert az ugye 32-re kéne állítani, illetve hát 0,0032-re. Ennyi. Oké. És van itt még egy érdekes kérdés. Drabant Zsolt? Igen. Fölgyújtom szerintem, ha legközelebb találkozunk. De akkor olvasd be, te, mert két lájkot kapott. Adok én is egyet, neki ez már három. Igen. GS2 review mikor lesz? Majd, ha Boris csinál egyet. Én nem tudom egyébként. Az is baj, ha van, az is baj, ha nincs. Igen. Van rajta sapka, vagy nincs? Körbejártuk több nézőpontból. Így van. Kétszer nem lehetett ugyanazt látni szerintem egyébként. Teleregény. Nem. Az igaz, hogy te is, és én is ugyanazt a verziót teszteltük, hogy ugyanattól a gyártótól valót nagy valószínűséggel, legalábbis a csomagolás alapján úgy gondolom. De aztán láttunk hotciges verziót is tesztelve, illetve
bemutattad az eredetit, valamint csináltál egy összehasonlítót, tehát ennél több szemszögből már nem tudom, hogy lehetne megvizsgálni a GS2-t, úgyhogy kedves Zsolt, nem lesz. Részünkről biztos nem. Várjál, mert én kaptam egy felajánlást GS3-ra, úgyhogy még lehet, hogy lesz egy olyan. De hát az... De az már GS3, nem GS2. Na jó, de hát tulajdonképpen, na most az mennyivel lesz másabb semmivel. Tehát így ez lesz a világtörténelem legrövidebb review-ja. Sziasztok, nézzétek meg az előzőt. Ez ugyanaz, csak 23 milliméteres. Tényleg. Az olyan lesz, mint a szlovák történelemkönyv. Igen. A lángos receptünk hosszabb, mint a történelemkönyvük. Körülbelül. De egyébként nem vesz részt oda ki mindent GS2 kapcsán, mert nem volt GS2 törésteszt videó, nincsenek ilyen érdekességek, GS2 az űrben, meg ilyenek. Hát esetleg, hogy... a mixergépben. Mert ugye mit csinál eközben az Egyesület? Hát semmit. Tehát egy mixergépet. Ja, hát én arra gondoltam, hogy esetleg megfinanszíroznák a űrbe való kilövését, képkenevererről mondjuk. GS2 súlytalanságban. Hát, videó. Hát tudod, hogy van-e folyás, nincs-e folyás, vagy ha valaki nem értené magyarul. Hogy bírja a gyorsulást, érted? Ennyi. Azok is nagyon fontos szempontok egyébként. De jó, hogy nem vagyunk űrhajósok, de rohadt nehéz lehet után tölteni. Hát azt képzeld, amikor az begőzeli a kabint. Hát azért nem, mert mondjuk akkor lenne egy old school 3.1 iPhone-od, és azt tök könnyen meg tudnád tölteni. Szerintem. Így van, az MIR kompatibilis. Azt tervezték. Igen. De ha már kájfunoztok, én ide bigyeztenék egy kájfun kérdést. Nekem is van hallgatói kérdésem. Jéj! Kájfun Light V2 most így a varivoltos kapcsán elkezdtem játszogatni vele újra, és azt az érdekességet vettem észre, hogy néha úgy csinál, minthogyha bedugulna, tehát tök jó szellőzik, megy az egész, és így néhány sluk után, hol igen, hol nem, olyan, minthogyha rosszabbodna, vagy romlana a levegőzése a dolognak. De hát nem tocsog, meg nem szörcsög, nem ezzel van a probléma, hanem így érzésre, hülye érzés nyilván, mert egy ekkorát nem hőtágul benne semmi, olyan, minthogyha valami ott betágulna a kazántérbe, és már nem engedne olyan szabad folyást a levegőnek. Hogy ez mitől lehet? Hát, na mondjad akkor először, mondjad csak. Kezdte. Hogy én akkor tapasztaltam egyébként ilyet, amikor attól függetlenül, hogy jól be van állítva mondjuk a léjellátás, de a wattánál ez hatványozottan előjön, hogyha jobban megszívja az ember egy picit, és egy picit jobban megszívja magát, akkor attól függetlenül, hogy mondjuk a watta effektíve összeesne, de azért akkora, tehát annyival nagyobb lesz a térfogata, és most pont nem a Kaifunnál, de a Typhoonnál ezt nagyon lehet érezni, hogyha nem megfelelően wattázod be, akkor bizony nehezebb szívni. És ugyanígy van, hogy az elején könnyű, és aztán mikor egy picit megszívja magát likviddel, és megdagad, akkor küzdeni kell a levegőnek, hogy merre kavarogjon el a tekerés mellett. Pláne, hogyha vattagáttal van, ugye, és ki van tömve a kazán belseje, ott aztán vissza lehet állni egész analógos érzésre. Tehát ott nagyon kell ezzel játszani, hogy legalább a négy sarkát egy kicsit megfeszíteni. Aztán, hogy te hogy vattáztad be, azt tényleg nem látom. Így van, ezt anélkül, hogy látnánk, elég nehéz megmondani. A Kaifun nem híres arról, hogy eldugul, csak úgy magától, hirtelen. Azt ugye tudod, hogy itt a levegőjük máshol van, nehogy befogd. Véletlenül. Nem, ennyire sötét azért nem vagyok. Jó, van, nem olyan, hogy eldugul, hanem hogy esik a levegő ellátása a dolognak. Az lesz, amit a Charlie mond, nagy valószínűsége, igen. Üvegszálas most egyébként, tehát én azt gondolnám, hogyha az ott megszívja magát, akkor utána már nem, de hát a franc se tudja, hogy mit. Hát mit csinál az ott. Mennyire van távol a levegőtől a tekerés meg a levegő. 3-4 milliméter környékén lehet. 3-4 milliméter, akkor emel picit feljebb, és akkor jó lesz. Valószínű az van, hogy amikor ott egy kicsi leves rámegy, és tényleg az van, hogy ráül a felületére, akkor lehet, hogy már túl közel kerül
a levegőbe ömlő. Ja, hát meg pláne ezt, ugye, hogy az üvegszál az, ha tele van likviddel, azt szeret dagadni. Azt duzzad, így van. Ez lesz, ez hát legyen jó. Az 1 mm és jó lesz. Kipróbálom, köszönöm szépen. És tudod, csak a közepét nyomkodjuk meg, old school üvegszál, ne lefele vezesse a cseppet. Mire gondolsz? Hát, hogy a bekötési pontoknál a két széle az lejjebb legyen, mint egy kis boltív olyan legyen. Most túloztam, ja, de... Ja, természetesen. Igen. Ja. Jó, még egy bónusz kérdésem lenne, menet közben beugrott, hogy én nagyon sűrű leveseket keverek magamnak, és ugye a lightnál kifejezetten kicsi oldalt a furat, amin keresztül megy föl, és hogy van-e valami trükk, mondjuk ne tekerjem annyira befele be a kéményt, az segíthet rajta esetleg? Ezt nem értik a magyarok, chimney. Ja, igaz, chimney. Hát az azért nem jó egyébként, hogyha nem tekered be. 80% végé. Az nem lesz neked ott állandó, meg elmászik, meg... Igen, nekem is az a bajom vele, hogy mászkál, ha nem húzom meg rendesen ott. Mi lenne, ha nekiesnénk egy kis drémellel? Úgy van. Ez hogy micsoda? A drémellel nekiesnénk egy picit. Az olyan, mint a fogorvosi fúró. Olyan, mint a fogorvosi, egy kis gyémánt gömb van a fején, és azzal pont ilyen vájatokat mélyíteni, ja, kiszélesíteni. Ja. Aztán csinálunk neked. A mehából jött neked most a vari készülék, és most csinálunk egy cloud chaser kazánt. Cloud chaser pimpelt Kaifun Lightot. Jó. Oké. Okay. Eredeti? Igen. Hát ezt azért sajnálnám megreszelni, de hogyha mondjuk... Vegyél egy klónt és reszeld rá. Hát az. Vagy hogyha mondjuk nem 10 milli Bread of Heaven-t adsz, akkor azért elviszem a Dremelt is, és akkor kavics plusz Dremel kombóval úgy baszod el magadnak, ahogy akarod. Á, nem lenne szívem. Lehet, hogy teszek egy kis minimális desztillált vizet a kócerájba, hát halazít rajta annyit. Hát de vagy... én nem gondolnám egyébként, hogy ez pont most problémának kéne lennie nyáron egyébként. Sűrű az a 80% végén nagyon. Hát annyira nem sűrű az, hogy tehát nekem most volt olyanom, hogy az 50-es talán kétszer pisált maga alá. Tudod, mikor elfekteted az asztalra a GT, majdnem hármat mondtam, kettőt, és csak azt veszed észre, hogy ott, ha megindul a likvid, akkor húzza az összes többit magával. Fölemelem, és az egész mod likvid. A büdös kurva faszba, hogy idézzem csokit az üvegtigrisből. És akkor van az, hogy a könyöklőbe bedobom, mert oda megy a klíma, az egy picit besűríti a likvidet, lehűl a kazán, és akkor utána megint parád, és a dolog itt parádon. Az üvegszál az hogy van nálad benne? A hurokban nyuszifülbe kötöd, vagy hogyan? Ilyen dagifonot van benne, és le van vezetve a két szélére. S-alakban? Tehát egy szál vastag van benne S-alakba lefektetve? Igen. Tehát az, amit levezetsz, aztán följön, és azt lecsíped. Igen. Aha. Uh-huh. Akkor talán próbáld meg azt egy picit rövidebbre, és amikor legközelebb a kazánban matadsz, akkor egy tűvel egy picit húzd beljebb, tehát hogy ne feküdjön föl a leves felömlő csatorna tetejére, hanem engedje azt a folyadékot a vál fölé emelkedni, ahonnan ő majd felszívja. Uh-huh. Húzd el a lyuk mellől egy picit, és akkor valószínűleg jó lesz. Jó, megnézem, köszi. Hát aztán meg vagy szar, vagy kalaposinos. Igen. Tehát 50-50, vagy összejön, vagy nem. De ez a 80-as leves, ez honnan jött ötletként? Hát mert allergiája van. Ja. Nem bírom a PG-t, és a 70-30, némelyik 70-30-as is időnként kipattogtatta a homlokomat. Úgyhogy rápróbáltam a 80-asra, és azóta nincsen. Akkor odaadnám neked a Heisenberget megkóstolni, az íze véget, meg az 60-as PG. Azt szeretném, igen. Matyi is PG érzékeny, aztán ő is ott durrantotta mindkettőt, tehát tetszett. És rátette a mancsát a pink merre, ha jól emlékszem. Ó, hogy utána milyen izé volt ott. Nekem az kell, Boris meg. Nekem a másik, hát mondtam, most húztam le a videóba, ki lett dobva. Hát az neki, és akkor utána nálad beindult a Heisenberg vadászat,
aztán már annyian ajánlottak föl neki aromát, likvidet, ilyen Heisenberg, olyan Heisenberg, sőt, Brenyó nekem is küld, úgyhogy el leszünk Heisenbergileg látva szerintem. Tehát ha valakinek Matt kell szó, nem igazi Matt, nem igazi Matt, mielőtt rágreppelne valamelyik NSZ-s, vagy tököm tudja milyen. Csak ilyen színű, úgyhogy ja, most el leszünk kékből látva rendesen. Lehet, hogy még én is megbarátkozok vele, csak tényleg olyan, tudod, mikor elsőre beleszívsz, nem gondolsz rá, hogy ilyen lesz, aztán olyan lesz. Mint a Hellfire. Az is. Igen. Megszívom, mert jó lesz, aztán nem. Igen, találkoztam ilyenekkel. Van a kollégámnak egy Mask Mix nevű löttje, ami a Decadent Vapors-nek a találmánya. Ezt találkozókon gázmaszkból szokták szívni. Egy 60 wattos kötelékre tesznek egy porlasztót, és ez egy gumicsövön keresztül gázmaszkból be van vezetve. Na most ez chili koncentrátumot és eukaliptus kivonatot tartalmaz, igen, igen töményen. Az jó, mert nem csak a nyálkahártya, a szemedet is lemarja. Mindent. A rekordidő azt hiszem 2 perc ebben a maszkban. De most mondjátok meg, tehát nem elég hülye az ember, még ilyenekkel is tetézi. Igen. A dekadentes fickó egyébként nem teljesen normális. Ő csinálta ezt az izlandi cápa löttyöt, a hakar, ami tulajdonképpen arról szól, hogy kifogod a cápát, fermentálod, elásod a homokba, kiveszed és megeszed. Tehát ez a megrohasztod és úgy eszed meg. Így van. Tehát ő készített egy ilyen likvidet ebből a konkrét ételből, és el is szívták valami helyi angol találkozón. Van egy ilyen hal, de annak most így hirtelen nem tudom a nevét, annak a rohasztott halnak, az is ilyen konzervben, hogy az úgy nyílik ki, hogy víz alatt kell kinyitni, mert robban. Az a Sörströming, az egy svéd halkonzerv, az is rohasztott hal, és ez a faszi, aki egyébként mosolyogva elszívta a hakar löttyöt, az nagy rajongója ennek a Sörströmingnek is. Természetesen. Igen, és ezzel a fickóval dolgoztam majdnem egy évig. Haláli pofa egyébként, de na, ő az, aki a Hellfire-nek az alfa verzióját szívja non-stop. Halljátok a tücsköket? Igen. Én folyamatosan rittülök mellettük. Közben vezényelek, tehát azért ne ilyen össze-vissza, ütemre. Bele a nagyvilágba, érted? Ja, hogy legyenek már pariban a tektonikus kéreglemez ezek mozgásával. Amelyeknek van egy olyan tulajdonság, hogy tükrözik a világegyetem mindenkori állapotát. De ez csak így mellékes. Hát ez csodálatos volt. Nagyon ismeretterjesztő napunk van. Kifogytunk a témákból, fiúk. Valaki tud adni nekem kultúrát? Én azt szerettem volna még mondani, hogy én nézem a Mézgaladár kalandjait, és a Gulliver klisett, tehát a második szériát. És azt én betenném a kultúrába. Jó, az mert, hogy az megjelent rajzfilmbe, megjelent könyvbe, megjelent képregénybe. Épp csak opera változata nem volt. Épp csak opera változata nem volt, és szerintem mindenki nézze meg. Nem hiszem, hogy ez a nemzedék, ez a most föltörekvő nemzedék, ez túlélheti Mézgaladár nélkül. Meg egyébként is az olyan nekünk a Mézgaladár, mint a japánoknak az anime. Hát igen. Hát az milyen? De most emlékeztek rá, hogy mekkora zsugák voltak. Hát én emlékszem. Ablak! Ablak! Meg mikor a szénsav patronnal fújta föl az űrhajóját. És tudod, hogy múltkor valakivel beszélgettünk, és akkor majd emlékszel, hogy hány prototípusa volt a Gulliver klinek. Te emlékszel, hogy hány és tudod, mi az érdekes, hogy ha nézted a második szériát, mindegyikben benne volt mind a négy, mert ugye az Gulliver Kli 5 volt az, amivel repült, és mind a négynek a katasztrófája, hogy
melyik hogyan ment tönkre. Már nem emlékszem. Pedig mondom, tehát ugye megnézted a 10 részt, mind a 10 rész előtt az intróban benne van, hogy hogyan mennek tönkre a Gulliver Krik, mire az 5-ös repült, és az vált be. Na mindegy. Jó, azt beteszem ide a kultúrába, hogy tanulhatok. Ez videó lesz? Nem, egész pontosan a Wikipedia linket rakom be, mert az tartalmaz mindent. Ilyen. Történetet, könyvet. Jó. Összfilmet, mindent. Jó, aztán akkor szűjjük meg az adás címét is. Még mielőtt megszűrítek az adás címet, találtam néhány alternatívát erre a drót dobozra, vagy húzal dobozra. Betettem 4 linket ide a show notes-ba. Ha gondolod, akkor azt megoszthatod a nagy érdeművel. Jó. AliExpress-ös, pár dolláros cuccokról van szó. Kimondottan ilyen fishing line, tehát pecás cuccokhoz. Ilyen 6, 8, meg 4, meg 3 spulnis dobozról van szó, amiben benne van a spulni, ráteszed a kantálodat, és kész. Zsíros kenyér. Működhet. Jó, akkor tényleg már csak az adás címe van, és hogy kellően figyelem, igen, hogy erősítsünk rá, szerintem is a szereplőket keresünk rá, és én megpróbáltam egyébként, ja, azt nem is mondtam nektek, megkerestem Kern Andrást, körülbelül 3 hete e-mailben, egyéb irányú dolgok miatt, meg hát ha valamit ő is mondana a podcastben, de nem jött visszajelzés. DiCaprio sem ér rá, úgyhogy... Lehet, hogy nyaral. Hát, ne nyaraljon, basszus kulcs. Nyáron nyaral? Hát, ugyan már. Már rég nem divat. Igen. Úgyhogy, mivel DiCaprio sem ér rá, ezért benneteket keresünk, kedves hallgatók, szereplőknek a készülő eposzhoz. Ne nagyzoljunk, hogy dokumentumfilm, csak egy ilyen beszélgetős videóhoz, inkább aztán majd lesz belőle valami. Vagy nem. De álljunk neki úgy, hogy lesz belőle valami. És akkor legyen az a címe, hogy DiCaprio nem ér rá. Elég annyi? Persze. Tökéletes. Zsír. Jó, akkor ez lesz a cím, és most még gyorsan leellenőrzöm, mielőtt mindenki szétrebben. Ó, jó, ott van a kultúra link is. Akkor én mindenkinek megköszönöm, aki jelenlétével emelte az est fényét, hogy ilyen fábrisan fogalmazzak, és itt voltatok velünk, vagy velem. Köszönöm szépen még egyszer. Nektek meg jó podcast hallgatást, hallgatók. Sziasztok! Mi is köszönjük, egy élmény volt ismét. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok!